Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó március 28-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Visakha holdházban van. Visakha tulajdonképpen jelent egy istennőt, a tűz istennőjét. Visakha azt közli ebben a holdházban, hogy bizonyos dolgokat szimbolikusan el kell égetni magunk mögött. Tehát bizonyos dolgokat lezárni. Előre tekinteni, és abba az irányba, ami bátorít bennünket, ami lelkesít bennünket. Ezen a napon a Hold és Jupiter bolygó szemben áll egymással. Itt tükröződik számunkra valami. A hold jelenti az érzelmeinket. Jupiter bolygó vagy szerencsét hoz, vagy jelenthet egy bírósági ügyet, vagy egy bizonyos helyzetet, ahol igazságtalanságok értek téged. Jupiter bolygó a tűz elemében van, és sietetni akarja a dolgokat. Az is lehet, hogy hajlamosak vagyunk most meggondolatlanul cselekedni. A másik oldalon a hold az inkább mérlegeli az eseményeket. Ez jelentheti azt, hogy benne voltál, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol téged igazságtalanság ért. Mielőtt cselekednél, mielőtt kimondanád a véleményedet, tartsd meg a belső egyensúlyt. Ügyelj a nyugalmadra, ne siessd el a dolgokat. Inkább itt mérlegelni kellene valamit, vagy diplomatikusnak lenni, mert lehet, hogy kimondasz valamit, amit később megbánsz. Ez a Jupiter és Hold kapcsolat jelentheti azt is, hogy Jupiter szerencsét hoz, adja a lehetőségeket. Most van számodra egy ajánlat, és lehet, hogy hibázol, mert nem cselekedsz, hanem mérlegeled a dolgokat. Tegyem, vagy ne tegyem, jó, ez nekem igen, vagy sem. Itt kell a középút. És van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Nem szabad várakozni, de nem szabad a dolgokat elsietni sem. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A felső kártyák utalnak az ő gondolataira. A kutya jelenthet egy kutyát is, de szimbolizálja a hűséget. A hűség mellett megjelenik a nap, megvilágít bizonyos dolgokat, kiderül a valóság. Ez azt jelenti, ha ő közli veled, hogy ő hűséges vagy hűséges volt, megbízhatsz a szavaiban. Ő szeretne téged látni, szeretne veled valamit tisztázni. Nagyon barátságosan közeledik majd hozzád. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A halak jelentik az anyagi dolgokat, vagy a munkáját, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással, és a csillagok szerencsét hoznak. Ez lehet egy nyeremény, vagy egy jó ajánlat, ami a munkát illeti. A halak
Jelentik a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, de vannak elvárásai is, hogy te is értékeld őt, és a csillagok jelentik a szerencsét, a bizalmat, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. Ő áll a középpontban, tehát elvárja az elismerést. Vagy ő szeretne téged látni, ő szeretne veled valamit tisztázni, és alul a madarak jelentik a könnyűséget, a vidámságot, a csevegést, tehát itt lesz kapcsolat. Köztetek fogtok egymással beszélni. Mi fűz össze benneteket? Azt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, itt a rovás írásról van szó, ezúttal az eny betűről. Ny. Mit jelent számodra ez a betű? Ez lehet egy név kezdete, vagy egy helység, vagy egy fogalom. Írd le a kommentárba, mit jelent számodra ez a betű. Ami nekem eszembe jut, Nyíregyháza, vagy Nyuszi, különösen most így húsvét környékén, vagy nyár például. Vagy mi jut erről neked eszedbe, írd le a kommentárba, nagyon örülnék ennek. A régi írásmód középen van, ez olyan, mint egy megfordított D betű. Lehet, hogy bizonyos dolgokat másképp kellene látnunk, megfordítani az eseményeket. Amit nekem ez a kép még jelenthet, mint egy nagy has, ez lehet egy terhesség, és utalhat egy újjászületésre is. A napi energia alul jobb oldalon látható, ez a hölgy tisztítja az ablakot. Az lehet, hogy takarítani kell most így húsvét előtt, ablakot pucolni. Az ablak jelent gyakran internet kapcsolatokat is, lehet, hogy ott tisztázódik majd valami. A háttérben ott van egy létra. Lehet, hogy először tisztázni kell bizonyos dolgokat, kinyitni ezt az ablakot, vagy kilépni ebből a helyzetből, és akkor fel lehet mászni a létrán. A létra jelenti a célokat. Itt vannak bizonyos célok, amit szeretnél elérni. Úgy lépésről lépésre mindez elérhető, de az ablak még csukva van, és még bizonyos dolgokat tisztázni kell. Miután ez megtörtént, akkor megvan a lehetőség arra, hogy lépésről lépésre elérd a céljaidat. Ha összefoglalom, hogy mit mutatnak a kártyák, ő tisztázni akar valamit veled. Ő hűséges. Odafigyel az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, ahol van nála egy jó ajánlat, szerencsés fordulat. Lesz beszélgetés kettőtök között. Ami összefűz benneteket, ez egy újjászületés. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, vannak magas célok. Jelenleg még nem tudod, hogy tudnád ezt megvalósítani. Ezért kell az ablakot kinyitni, tisztázni bizonyos dolgokat, akkor tényleg megvan a lehetőséged arra, hogy elérd a céljaidat. Ez lehet a hivatás, ez lehet egy stabil párkapcsolat, ez lehet egy változás, mint például egy költözködés. Vannak komoly célok, és ez a cél elérhető. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád,
vagy feljelentkeznél a csatornámra, a kommentárba leírhatod a véleményedet, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!